Győzelemmel kezdte a női kosárlabda Európa bajnokság selejtezőjét Románia válogatottja, amelyben a sepsi szentgyörgyi sepsi három jelenlegi és néhány volt játékosa is helyet kapott. A Temesvári Konstantin Zsud és Portcsarnokban rendezett találkozón az új szövetségi kapitány a török Ayhan Avci csapata 70-55-re nyert, főleg az első negyedben nyújtott teljesítményének köszönhetően. Ekkor 12 pontos előre tett szert, és ez többi kevésbé megtartotta a végső Udaszóig. A legpont erősebb játékosnak a honosított amerikai Ashley Walker bizonyult 16 ponttal, Gödri nak a sepsiszik játékosának 11 pontja gyűlt ki. Szombaton a selejtező sorozat Csehországban folytatódik egy sokkal nehezebbnek ígérkező mérkőzéssel.